A projekt keretében szombat délelőtt 20 deszki gyerkőc, a helybeli Banát Szerb Kulturális Egyesület tagjai látogattak el Szabadkára a Talentum vendégeiként, szabadkai városnézésre, hogy megismerkedjenek Szabadka nevezetességeivel. Szél Panna 3 éve tagja a szerb hagyományokat ápoló Magyarországi Egyesületnek, imádja a szerb táncokat. A népviselete is nagyon szép, és hát nem sok helyen, most már egyre több helyen föl szoktunk lépni, és nagyon szeretek föllépni. Milyen táncokat táncolt? Hát most már szoktunk bánáti táncokat is, meg mohácsi táncokat szoktunk táncolni. 70 éves évfordulóját ünnepli az idén a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület. A magyarországi deszken működik, és a szerb diaszpora egyik legrégebbi intézménye, mondta el Brcán Krisztifor, az egyesület elnöke, aki az EU-s pénzekből a szabadkai talentummal közösen megvalósítandó egyéves projekt lényegét foglalta össze. Építjük a kapcsolatainkat, mindenki a saját igényei szerint a projektben meg célzott dolgokat valósítja meg, de ezen kívül, mint a mai napon is, egymás látogatásban, amelyből egyébként az év során több ilyen alkalom lesz, összekötjük a két közösséget, és tovább mélyítjük a kapcsolatokat. Ez egy egészen különleges projekt a szerb-magyar IPA programok között, emelte ki Kunstár Csaba projektmenedzser. Deszken egy szerb hagyományőrző egyesület az egyik partner, itt Szabadkán, illetve a Vajdaságban pedig egy magyar hagyományőrző egyesület vesz részt ebben a projektben, és a lényeg az, hogy a néptánc nyelvén mi a két régiónak, a Dilaföldnek, illetve a Vajdaságnak a néptánc nyelvén szeretnénk a kapcsolatokat erősíteni a két régió között. A projekt neve a kultúra és a turizmus szavak összefonódásából ered, mert a kettő egymás nélkül nem tud megélni, mondta Brezovszky Roland. A Talentum művészeti vezetője hozzátette, az 5 év alatt felépített programjaikat építik bele a folk kultúrába. A deszkiek a szabadkai és a palicsi rendezvényeken, a szabadkaiak pedig a deszki eseményeken vesznek részt. Szerveztünk egy kulturális és oktatási programot, amelynek az a neve, hogy Művészetek otthona, otthon a művészetekben. Ez nekünk már a kezdetek óta meglévő programunk. Bemutatjuk a művészeti ágakat, a zenét, a táncot, a hagyományt, a színházat. Azon felül a Magyar Sokadalom, ami Palicson kerül megrendezésre a nyári színpadon. Itt lesz a nyári táborunk, ami népzenei, néptánc, kézműves tábor. Ezen kívül mindkét egyesület táncversenyeket szervez, a Talentum pedig részt vesz deszken az Ajvár Fesztiválon. A projektet ismertető sajtótájékoztatót követően a deszki gyerekek szabadkai sétát tettek, és megismerkedtek a belváros nevezetes épületeivel.